Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb próbatétel vár Anettra, fontos műtétre gyűjtenek a 15 éves lány gyógyulása érdekében. Esőmanók, esőmenők jótékonysági futás, közösségi programot szervezett a Tolna vármegyei Autistákért Egyesület. Ünnepi Szent Mise, a Parhanton beiktatta a megyés püspök az új plébánost. Nemzetiségi hagyományt őriznek Kocsolán, sváb bált rendeztek a településen. Évek óta küzd egy ritka idegrendszeri betegséggel a paksi Etesi Anett. A kislány még csak 15 éves, de élete felét már azzal töltötte, hogy ne hagyja elhatalmasodni az őt megtámadó kort. Szinte felfoghatatlan, mennyi akaraterő és kitartás van benne. Erről sokan tudnak, ezért támogatják is őt. Hamarosan ismét Anett gyógyulásáért szerveznek jótékonysági kamionos találkozót Tolnában. Még mindig rólad írogtad, úgy érzem, te vagy minden hang. Nem csak zeneszámok begyakorlásában kitartó a 15 éves Etesi Anett, ugyanilyen keményen küzd azért is, hogy a betegség, amivel 7 éves kora óta küzd, ne győzze le őt. Azon szoktam menni általában 8-7 kilométereket az ellipszisem, ezen meg kell 1,5-2 kilométert. A paksi kislány naponta több órán keresztül edzi a lábait és a csípőjét. 7 éve egy ritka idegrendszeri betegséget, a CMT2-t diagnosztizálták nála. Ez egyelőre nem gyógyítható, de havonta több 100 000 forintos terápiákkal megakadályozható az állapot romlása. Motorhangtól volt hangos tavaly nyáron az Őcsényi repülőtér, akkor több száz kamionos fogott össze, hogy jótékonysági találkozót rendezzenek. A befolyt összeget teljes egészében Anett kezeléseire fordították. A fiatal lány azóta is elérzékenyül, ha az érte elindult összefogás kerül szóba. Úgy voltam vele, hogy fura volt, meg hogy miért segítenének egy 14-13 éves lánynak, most már 15 vagyok, de hogy miért segítenének? Hát egy pici gyerek az sokkal cukibb, előbb felkarolják az emberek, és olyan furcsa volt, hogy engem is így támogatnak. Anett bár fiatal kora ellenére már rengeteg próbatételen túl van, most egy újabb vár rá. Ahhoz, hogy az álma valóra váljon, vagyis futni tudjon, egy műtétet kell vállalnia, amihez sok pénzre van szüksége a családjának. Mivel hogy ő nagyon spasztikus az alsó végtag az Anettnek, ezért muszáj neki egy izomlazító műtétet elvégezni, amit sajnos Magyarországon nem végeznek el. Barcelonában van legközelebb, ahol elvégzik ezt a műtétet, és oda várjuk ezt a nagy reményt, hogy minél jobb legyen neki az életvitele, hogy A-ból B-be könnyebben el tudjon jutni. Az ország kamionos közössége ezért ismét összefogott a paksi kislány gyógyulásáért. Június 9-e és 10-e között ezúttal is országos jótékonysági találkozót szerveznek Tolnában. A kezdeményezés élére megint a bátai Mészáros Réka állt. Ő közel egy évtizeden át vezette a hatalmas járműveket Európa szerte, és évek óta támogatja Anett gyógyulását. Mi a gyerekeknek szeretnénk rajzversenyt, illetve a gyerekek jöhetnek majd a kamionnal is egy-egy kört. Van több kamionos, aki felajánlotta, hogy a kamionjába a gyerekek beülhetnek, mehetnek egy kört, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekeknek is tudunk biztosítani minden remek kis programot. Légvárat is kaptunk, úgyhogy légvárat is lesz majd. És természetesen koncertek is színesítik majd a második jótékonysági kamionos találkozó programját. Mindenki azért fog össze, hogy Anett valóra válthassa az álmát, vagyis hogy egyszer mindenféle segítség nélkül szabadon futhasson. A terület és településfejlesztési operatív program plusz 237 millió forintos támogatásával fejleszti a Várallyai önkormányzat a település határában fekvő parkerdő infrastruktúráját. A támogatásból a Dél-Dunántúlon kedvelt kirándulóhely másfél hektáros területén vízvezetéket, szennyvízcsatornát és villamosvezetéket építenek ki, mondta Szíbert Éva polgármester. A tervek szerint a 2024. szeptemberében befejeződő projekt részeként létrehoznak fedett pihenőhelyet, gyermekjátszóteret, mosdókat, kerékpártárolókat, valamint kamerarendszert és napelemes kandellábereket helyeznek el, tette hozzá.
Elmondta, a park a kelet-mecseki kirándulások gyakori kiinduló pontja és rendezvényhelyszín. Évente több ezren keresik fel. A 788 lakosú völgységi község 2019-ben a TOP 200 millió forintos támogatásával a település vízelvezető rendszerét, ezen belül a parkerdőn átfolyó Várajai patak medrét is korszerűsítette. Szintén 2019-ben az operatív program 331 millió forintos forrásából a Bonyhádi önkormányzat fejlesztette az ott lévő ifjúsági tábort. Három gyerek is ült, a legkisebb még csak 3 éves abban az autóban, ami Bonyhád felé az 5603-as úton haladt hétvégén. A 29 éves sofőr egy jobbos kanyarban átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiütközött a szabályosan közlekedő autó elejének, majd felborult. Összesen 5 utaztak a kocsiban, egyik gyerek sem ült gyermekbiztonsági rendszerben, és a biztonsági övük sem volt bekapcsolva. A balesetet megelőzően egyedül a vétlen autó sofőrje használta az övét. A helyszínre több mentőhelikopter is érkezett. A gyermekek közül egyikük könnyebben sérült meg, mindenki másnak súlyos sérülései lettek. Másfél, 5 és 11 kilométert futhattak vagy kerékpározhattak azok, akik részt vettek a Tolna Vármegyei Autistákért Egyesület programján Szekszárdon. Az Esőmanók, Esőmenők jótékonysági futás elnevezésű közösségi esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmus világnap közelettével az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek és családjaik megsegítésére, megértésére, elfogadására és támogatására. Hétvégén megtelt a szekszárdi Garai tér, ugyanis az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ismét jótékonysági futást szervezett. A rendezvény, ahová a környező településekről is sokan érkeztek, egy alapos, átmozgató bemelegítéssel kezdődött. Kalocsai Földönfutóknak a tagjai vagyunk, és a Facebookon olvastuk ezt a Esőmanók, Esőmenők eseményt az autista gyerekekért. Én már 2 éve, április 2-án kékbe futok ezért, és kaptam ezt az alkalmon, és eljutunk ide Szekszárdra. Itt is kipróbálom magamat, egy gyenge 5 kilométerrel, feleségem 1 kilométerrel nevezett. A résztvevők másfél, 5 és 11 kilométeres távot teljesíthettek. Utóbbit sokan választották, amit egyébként kerékpáron is megtehettek. A programon amatőr és profi sportolók egyaránt indultak. Futók vagyunk, ilyen amatőr maratonista. Úgyhogy nem áll távol a futás. A koronavírus járvány miatt az elmúlt 3 évben nem tudták megrendezni a jótékonysági futást, mondja a szervező. Az Egyesület hagyományosan mindig április 2-ához, vagyis az autizmus világnapjához legközelebb eső időpontban tartja a közösségi programot. Az esemény egyik célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmussal élőkre. Illetve egy kicsit ilyen társadalmi szerepvállalás, érzékenyítés, és egy ilyen közös megmozdulás, sportolás, mert nekünk nagyon előtérben van az, hogy nem csak támogatást szeretnénk kérni, hanem cserébe szeretnénk mi is adni egy kellemes programot, és hát nagyon örülünk, hogy szerencsénk van az időjárással is, mert kisütött a nap, és szerintem kellemes a hőmérséklet is. A program során a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szerveztek zenés-táncos műsorokat, továbbá tájékoztató előadásokon és beszélgetéseken is részt vehettek az érdeklődők. Magyarország érdeke, hogy templomaink ne csupán kulturális örökségünk élettelen részei, hanem élő közösségek otthonai maradjanak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap. Végig tekintve Magyarország történelmén, az államalapítástól napjainkig jól látható, hogy a kereszténység mit tett hozzá a magyarság életéhez. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, emlékeznünk kell, miként formálta gondolkodását és kultúráját, miként mutatott utat jó és rossz időkben, hogyan adott erőt kiállni a nehézségeket, és reményt, hogy a legnehezebb időkben is higgyünk egy jobb kor eljövetelében. A Parhanton a Pécsi Egyházmegye főpásztora Felföldi László iktatta be Barta Zsoltot, a település új plébánosát. Nagyböjt 5. vasárnapján megtelt a Szent Bertalan katolikus templom, ahol a megyés püspök celebrálta a szentmisét. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ,
Az aparhanti Szent Bertalan katolikus templom megtelt hívekkel Nagybőjt 5. vasárnapján is, amikor ünnepi szentmise keretében iktatta be Felföldi László megyés püspök a február 1-től Aparhanton és a környező településeken szolgálatot ellátó Barta Zsolt plébánost. A ceremóniának ősi hagyományai vannak, hangsúlyozta a pécsi egyházmegye főpásztora. Két nagyon fontos része van, az egyik a papi ígéreteknek a megújítása, azaz, hogy mindig, amikor újra kezdünk, akkor valahol az alapokat újítjuk meg, tehát hogyan indultam, mit gondoltam, akkor mit éreztem, és akkor ebben ez, hiszem, hogy az ő szívükben is újjászületik. A másik pedig, amelyik a közösség irányában szolgál, hogy szolgálni fogom a hit alapokon ezt a közösséget, és jelen leszek, és ez egy nagyon fontos, nagyon felelős feladat, sőt most még nehezebb, mint bármikor. Az ünnepi szentmisén a megyés püspök rávilágított, milyen fontos lenne, ha a rohanó hétköznapok után vasárnaponként megállnánk, és igazi ünnepként élnénk meg a munkaszüneti napot. A beiktató szentmisén részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, és azon települések polgármestere is, ahol szolgálatot teljesít a jövőben az új plébános, aki az áthelyezésének köszönhetően szülőfalujába került. Most másként vagyok itt, mint azelőtt. Az egyházmegye pappá szentelt, és azt a küldetést adta, hogy most elsősorban azért legyek itt, hogy a szentségeket kiszolgáljam, és egy közösséget, egy hívő közösséget szolgáljak, mint pap. Felföldi László megyés püspök azt kérte, hogy a helyiek támogassák a plébános munkáját, hiszen a katolikus közösség is egy család, amelynek rendíthetetlen szeretete és támogatása kétségtelenül nagy szerepet játszik Zsolt atya egyházi útjának alakításában. Szigorúbb szabályozás lépett életbe, a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereken fel kell tüntetni a figyelem, az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz kifejezést, és azokat a többi terméktől elkülönítetten kell kihelyezni, jelentette be az agrárminiszter közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, a kormány a szigorú termékjelölési és elkülönítési szabállyal is szeretné védeni a magyar fogyasztókat az EU-ban engedélyezett rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerektől. Magyarország egyedüli tagállamként nem támogatta azt az Európai Unió szándékot, hogy rovarokat hozzanak forgalomba élelmiszerként és élelmiszer összetevőként az Európai Unió területén. Az Európai Bizottság ezzel gasztronómiai hagyományainkat, étkezési szokásainkat sodorja veszélybe. A magyar gazdák mindig kiváló minőségi alapanyaggal, friss és jó minőségű élelmiszerrel látják el a magyar lakosságot. Nem kell sem élelmiszer, sem pedig fehérje hiánytól tartanunk. Meg kell védeni az emberek egészségét az ukrán gabonadömping káros hatásaitól, emelte ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Jakab István szerint a magyar társadalomnak meg kell ismernie azt a problémát, melyet az országban rekedt ukrán gabona okoz, mert azon túl, hogy jelentősen lenyomta az árakat, az emberek egészsége is kockán forog. Azt mondta, hogy Ukrajnában olyan növényvédőszereket alkalmaznak, melyeket 30 éve kitiltottak az Európai Unió területéről. A legszigorúbb ellenőrzés alá kell vetni a Magyarországon lévő készleteket. Eddig a kormányhivatalok több mint 800 mintavételt végeztek, fűzte hozzá. A MAGOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy közösen kell fellépni az Európai Bizottságnál. Hozzátette, hogy az összefogásban a magyar gazdatársadalom, az érdekképviseletek és a kamara is partnere a magyar kormánynak. A MAGOSZ elnöke a legfontosabb teendőnek nevezte, hogy az ukrán gabonát el kell szállítani az országból, mert 3 hónap múlva kezdődik az árpa betakarítása, és nincs szabad tárolókapacitás, ami az árakra kedvezőtlenül hathat. Péntektől vasárnapig 542 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 187, szombaton 181, vasárnap 168 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 6 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészet
rendeleti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigit legtöbb, 1525 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Schwabbál tartottak a Tolna vármegyei Kocsolán. A helyi német nemzetiségi önkormányzat minden évben megrendezi hagyományőrző vidám estjét. Bemutatkozott a helyi német tánccsoport is. A testvérvárosuk Heinroth is képviseltette magát a rendezvényen. Szép számmal összegyűltek a Tolna vármegyei Kocsola iskola épületében szombaton este. A helybéli német önkormányzat megrendezte idei Schwabbáját. Nemzetiségi zenekar adta a talpalávalót. A szomszéd településről érkezett kórus és az újonnan alakult tánccsoport is jelezte, mennyire fontos a német identitás, a hagyomány ápolása a kocsolai német önkormányzat és a településen élő német nemzetiségek számára. Nagyon fontos, hogy az utókornak továbbadjuk, amit őseink ránk hagytak. A Schwabbál nem múlhatott el soha, illetve egyetlen egy német nemzetiségi program sem múlhatott el Rosmarin nélkül, ami a németségnek egy jelképe. Ez a tisztaságot, a szerencsét, egészséget jelenti, és ma is kedveskedtünk minden megérkező vendégünknek egy szár rozmaringgal, kék szallaggal átkötve, a kék szín is a Schwab nemzetiségnek a jelképe. Kiváló közösségépítő ereje van a hosszú évek óta megrendezett kocsolai Schwabbálnak. Baráti találkozások, családi összejövetelek helyszíne is egyben a nemzetiségi rendezvény. Testvértelepülésük is képviseltette magát. Nagyon sok elszármazott kocsola is ilyenkor visszatér a településünkre, itt tudunk velük ismét találkozni, mindig ők is nagyon nagy örömmel jönnek hozzánk, és mi is nagy örömmel fogadjuk őket, és ezt elmondhatom, hogy Heinrothéval is már egy hosszú távú kapcsolatunk van, a testvértelepülésünk, és most is 15-en jöttek szintén erről a településről, itt köszönhetjük a polgármestert, asszonyt is, és jó kapcsolatot ápolunk velük. A közel egy évtizede rendszeresen megrendezett Schwabbál még az 1980-as évekre nyúlik vissza. Több évtizeden át alkalmanként rendezték csak meg. Az utóbbi 9 év alatt azonban rendszeresen ápolják ezt a szép német nemzetiségi hagyományt a Tolna vármegyei Kocsolán. Regionális híreink következnek. Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj, 2 német és 1 horvát nemzetiségi iskola összesen 15 diákját jutalmazták. A Dél-Dunántúl szakmai kihívásai voltak a célkeresztben, HR Fest Pécse. Tönkrementek a kopjafák a Zsolnai negyedben, felújításukra gyűjtés szervez a Pécsi Fidesz és a Polgári Közösség. 2 német és 1 horvát nemzetiségi iskola összesen 15 diákja vehetett át tanulmányi ösztöndíjat. Soltész Miklóstól a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárától pénteken a pécsi Miroslav Kleža horvát oktatási központban. A támogatási rendszer 2011 óta működik, és néhány éve magasabb az ösztöndíjat elnyerő diákok száma. A nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák által ajánlott diákok jelentkezhetnek, akik tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén eléri a legalább 4-es átlageredményt. 2 német és 1 horvát nemzetiségi iskola összesen 15 diákja vehetett át tanulmányi ösztöndíjat. Soltész Miklóstól a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárától pénteken a pécsi Miroslav Kleža horvát oktatási központban. Én hiszem azt, hogy azok a fiatalok, akik ma itt kitüntetést kaptak, német, illetve horvát nemzetiségi fiatalok, azok közül sokan lesznek azok, akiket 10 év múlva, 20 év múlva már úgy köszönhetünk, hogy a helyi nemzetiségeknek adott esetben pedagógusai, vezetői, vagy pedig a kultúra jeles képviselői, és ezzel tulajdonképpen azt a célt, amit szeretnénk, a megmaradást elérni, azt ők szolgálni fogják. Az oklevelet elsőként a Koch Valéria iskola központ 6 tanulója vette át. Szerintem a kitűnő tanulmányi eredményem nagyon sokat dobott azon, hogy ezt megkaptam, és szinte minden iskolai rendezvényen részt veszek, mert a kórus és a tánccsoport tagja is vagyok, és nagyon sok jó versenyeredményem is van,
és ezek mellett a német tudásom is nagyon magas. Őket a Miroslav Kleza Horvát Oktatási Központ 4 diákja követte. Először is 10 évet ritmikus gimnasztikáztam, aztán ezt abba hagytam, és utána 5 évet modern táncoltam, és ezt csinálom most is. Illetve a horváttal azt szeretném elérni, hogy Zágrebba szeretnék egyetemre járni, és minél inkább továbbadni a horvát kultúrát és a horvát történelmet. Végül a Lővei Klára Gimnázium 5 tanulója kapta meg az ösztöndíjat. Versmondó versenyeken, illetve műfordító versenyen is, általános iskolámban is mindig szerepeltem versmondókon, amit mondtam, és táncoltam is, német táncoltam, viszont most már abba hagytam a tanulmányok miatt, nagyon sok lett volna így egyszerre. A támogatási rendszer 2011 óta működik, és néhány éve magasabb az ösztöndíjat elnyerő diákok száma. Gyorsan változó világunkban az emberek a legfontosabb részei egy vállalatnak. Ez volt a vezérmondata az első pécsi HR Festnek. Az ország minden részéről érkeztek HR szakértők és cégvezetők Pécsre múlt csütörtökön. A téma a HR kihívásai a Dél-Dunántúli régióban volt. A munkaerő hiány és a gyorsan változó üzleti környezet jelenti manapság a legnagyobb problémát a cégeknek, de az euró árfolyam és az infláció is erős befolyásoló tényező. Többek között ezekről is szó volt a pécsi rendezvényen. Én azt látom, hogy Pécsen kevesebb a nagy cég. Ez akár ilyen hátrányként is fel lehetne fogni, de én pont azt gondolom, hogy ez inkább előny. Mert hogy a nagy cégek szuperek, de a nagy cégek egy-egy döntése nagyon gyorsan meg is változtathat egy város életét, mert bezár, átrakja, nem tudom. Pécsen és a régióban azt érezzük, hogy több a kicsi, de növekvő, erősödő cég. És ez egy olyan erős szövet, amire szerintem nagyon-nagyon lehet építeni. Úgyhogy mi egyébként a HR Festtel nagyon szeretnénk tenni is a régió sikeréért, és azt gondoljuk, hogy az, hogy itt összehozunk üzleti döntéshozókat, és együttműködésre vesszük rá őket, vagy sarkaljuk őket, ez remélhetőleg a régiónak is fog segíteni. Tóth Gergely elmondta, sokan a munkavállalók közül a home office-ban végezhető munkákat keresik, mivel így akár budapesti vagy nemzetközi bérért tudnak dolgozni a lakhelyükön utazás és költözés nélkül. Gyűjtést szerveznek Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben található kopjafák felújítására. A határon túli magyarsággal való összetartozást szimbolizáló kopjafák egy évtized alatt tönkrementek, ezért szakember segítségével szeretnék a felújítási munkákat elvégeztetni. A felújítást a pécsi Fidesz és a pécsi polgári közösség kezdeményezi és támogatja. Egy 11 évvel ezelőtt történt alulról jövő kezdeményezésnek köszönhetően 7 kopjafa áll Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ugyanis 7 középiskola, amelyeknek határon túli iskolákkal volt kapcsolata, vállalta, hogy szimbólumként ideállít egy-egy kopjafát az összetartozás jegyében. Az ügy mellé áll támogatóként a pécsi Fidesz és a pécsi polgári közösség. Azóta minden évben itt találkozunk ezekkel a középiskolákkal, az éppen mostani diákokkal, és hitet teszünk amellett, hogy a trianoni békediktátum az Európa egyik leggyalázatosabb jogi okmánya volt. Nem azért elsősorban, mert hogy egy 1000 éves országnak a területeit hasította és csonkította le, hanem elsősorban azért, mert azóta eltelt 100 esztendő, és az a több millió magyar, akik kívül kerültek az ország határain, ők ma is jogfosztott formában élnek. Ezek az emlékoszlopok az idő múlásával kezdenek tönkre menni. A fából készült kopjafák kiszáradtak, repedezettek, elkorhattak, és könnyen kidörhetnek a földes talajból. Ezért gyűjtést szerveznek felújításukra. Az iskolák, nyilván a mai diákok, a polgári közösség még élő akkori kezdeményezői, illetve a pécsi Fidesz összefogott annak érdekében, hogy ezeket stabilizáljuk, ezeket a kopjafákat, hogy szakember igénybevételével olyan fém talapzatot hozzunk létre, megszüntetve az elkorhat felületeket, amelyek hosszú távon tartossá teszik a kopjafák itt létét. Azt szeretnék, hogy a felújítás szakemberek segítségével 2023. június 4-ére a Nemzeti Összetartozás napjára elkészülhessen. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Újabb próbatétel vár Anetra, fontos műtétre gyűjtenek a 15 éves lány gyógyulása érdekében. Esőmanók, esőmenők, jótékonysági futás. Közösségi programot szervezett a Tolna vármegyei Autistákért Egyesület. Ünnepi Szent Mise. A Parhanton beiktatta a megyéspüspök az új plébánost.
Nemzetiségi hagyományt őriznek Kocsolán, sváb bált rendeztek a településen. Kedden tovább hűl a levegő, hajnalban elszórtan gyenge fagy is többfelé előfordul. Továbbra is erős 50-75 km/órás lökésekkel kísért észak-nyugati szél fog fújni. Jelentős mennyiségű csapadéktól nem kell tartani. Az éjszaka nagy részén kevés lesz felettünk a felhőzet, sokfelé csökkenhet fagypont alá hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!